A bajnoki címvédő, Bajnokok Ligájára készülő Szolnok a Kékcápákat választotta első felkészülési meccspartnerének. Az átkapus találkozón érvényesült a papírforma, a hazaiak magabiztosan győztek, de a vendégeknek sem kellett szégyenkezniük teljesítményük miatt. Sitko Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója elmondta, megtisztelő volt számukra a szolnoki megkeresés, a Kékcápák játékosai a legjobb magyar csapat ellen mérhették le, hogy hol tartanak. Mindenképpen szeretnénk új dolgokat alkalmazni, azért néhány éve már így együtt vagyunk. Szeretnénk azt kihasználni, hogy bizonyos dolgokat mi már tudunk, és tovább szeretnénk lépni ennek a kérdésében. Úgy gondolom, hogy nem haladunk rosszul. Halkan jegyzem meg, hogy 15-én kezdődik a bajnokság, Oroszlányban kezdünk, de az Oroszlány nem akarja ezt a mérkőzést 15-én játszani, hanem csúsztatni szeretné valamilyen másik időpontra, ami azt jelenteni, hogy esetlegesen még több időnk van a felkészülésre, és még nyugodtabban tudunk készülni. A Nyíregyháza Blue Sharks a hétvégén Szlovákiába utazik, ahol két mérkőzést is játszanak majd Busch Ivánék. Pénteken fogunk utazni, és pénteken délután 5 órakor Svidben szeretnénk játszani egy mérkőzést. A legutolsó ottani mérkőzésünk furcsa körülmények között zárult, mert 4 emberrel fejeztük be. Remélem, hogy most felkészülünk mindenre, és ezt is el fogjuk bírni, ha esetleg ilyen dolgot tapasztalunk majd. Majd ezután a mérkőzés után átmegyünk Iglóra, és szombat délután pedig ott szeretnénk játszani egy találkozót. Örülök annak, hogy nem csak magyar ellenfelek ellen tudunk felkészülni, mert szeretnénk néhány dolgot megnézni, aminek nem örülnék, hogyha már a bajnokság kezdete előtt kiszivároghatna. A nyíregyháziak a bajnoki rajtig még pályára lépnek egy miskolci tornán is, valamint a MAF csapatával is megmérkőznek, és van egy veszprémi meghívásuk is a Cápáknak.